közeleg a szüret, a harmadát sem éri el az idei alma terméshozama az átlagosnak. Ebben az évben nem a tavaszi fagyok, hanem a történelmi aszály okozza a kiesést. 15% a kiadott ingatlanok után is adót kell fizetni, figyelmeztet a NAV az albérletkeresés csúcsidőszakában. Már egy hónaposak, puma kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A 4 hetes kölykök első állatorvosi vizsgálatukon vettek részt. A harmadát sem éri el az idei alma terméshozama az átlagosnak a legtöbb ültetvényem. Ebben az évben nem a tavaszi fagyok, hanem a történelmi aszály okozza a kiesést. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Ráadásul idén a termelők költségei is jelentősen növekedtek. A növényvédőszerek ára például majdnem a duplája a tavainak. A gyenge szezon miatt várhatóan jövő évre tovább csökken az alma termő területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Szabolcsi Attila nagykálói ültetvényén mutatja a Jonagold alma méretét. Annyira kicsi a gyümölcs, hogy a termelő jelenleg még abban sem biztos, hogy érdemesen leszüretelni azt. Egy másik fajta, az idared valamivel jobb állapotban van, de ezeken a fákon sem kecsegtető a helyzet. A termés nagyjából 3/4 esett ki a 10 hektáros területen a hatalmas aszály miatt. Természetesen még nem kezdtünk el a betakarítást, csak satszolni tudom, én azt mondom, hogy körülbelül egy 20% termés lesz, ha rajta marad a fán betakarításig, mert már azt látni, hogy akinek esetleg megmaradt korábbi fajta, az ahogy elkezd érni a gyümölcs, az szépen hullik is lefele, tehát igazából nem tudom, hogy mire odaérünk, addigra mi marad a fán. Magyarországon egy átlagos évben 600 000 tonna körüli almát takarítanak be, az utolsó kiemelkedő évben 2018-ban 800 000 tonna felett volt a terméshozam. Idén ez a mennyiség legjobb esetben is a 300 000 tonnát érheti el. Mivel a legtöbb ültetvény öntözetlen és a gyümölcsméretek elmaradnak az átlagostól, egyelőre még az sem látszik, hogy a feldolgozóipar mit tud kezdeni az idei terméssel, mondta el a Fruit Web elnöke. Nem becsülhető jelenleg még pontosan, hogy a Magyarországon vagy az Európai Unióban várható termésből mennyi lesz az étkezési és az ipari. Ugyanis az aszály és a hőség miatt, ami nem csak Magyarországot, hanem egész Európát sújtja, a gyümölcsméretek jelenleg elmaradnak az ilyenkor szokásostól, és nagy kérdés, hogy a szüretig az alma hanyad része fogja elérni a 65-70-es méretet, ami az étkezési alma alsó korlátja. Ez még jelentős mennyiségeket tologathat az étkezési és az ipari alma piac között. Ami bizonyosan látszik, hogy a hazai feldolgozó ipar kapacitásának kb. 50%-ára lesz elegendő ipari alma, és ezen nem fog jelentősen változtatni az sem, ha plusz-minusz 10-20 000 tonna átrétegződik az ipari és az étkezési alma között. Az alma termő terület egyébként évek óta csökken az országban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az idei rendkívül rossz évjárat miatt várhatóan ez a negatív tendencia folytatódik. Egy olyan spirál vagy folyamat elején vagyunk, ami a következő 2 évben rossz esetben az alma termőterületek jelentős csökkenéséhez vezethet. Igazából nyilvánvalóan ez soha nem egy-két éves folyamat, hanem egy sokkal hosszabb távú. De 4-5 éve rossz évjáratokon vagyunk túl. 2018-ban ugyan jó volt a termés, de nagyon nyomottak voltak az árak, és az alma 10-15%-át betakarítani se tudtuk. 19-20-21-ben a tavaszi fagykárok okoztak nagyon jelentős termésveszteségeket. Most talán a tavaszi fagyok hatása mérsékeltebb volt, de a hőség, az aszály, ami tavaly nyár óta tart, szintén jelentős kiesésekhez vezet. És 5 rossz évjáratot, mind anyagilag, mind pszichésen nagyon nehéz átvészelni. Szabolcsi Attila ezzel szemben azt mondja, ettől csak jobb évek következhetnek, a megoldás pedig nem az kell, hogy legyen, hogy a termelők felhagynak a tevékenységgel. Én úgy gondolom, hogy a gazdák mindig optimisták, mindig a következő évben bíznak, hiszen ha nem bíznának, akkor már rég nem csinálnák. Senki nem tudja, hogy milyen lesz a következő év. Lehet hallani ezt, lehet hallani azt, ugyebár, de hát ezt majd csak a jövő év mondja meg, hogy ebből mi valósul meg. Tehát aki gyümölcstermesztéssel foglalkozik, az nem egy évben gondolkodik. Tehát ugyanúgy neki fogunk ugrani a következő évnek. Más nem tudunk tenni, és bízunk a jó Istenben.
Annyi bizonyos, hogy a termelők számára az előállítás is egyre költségesebb. A növényvédőszerek ára majdnem duplájára emelkedett a tavainak, de drágább lesz tárolni is az almát. A szeptembertől érvényes energiaárak ugyanis a hűtőházak kiadásait is jelentősen megnöveli. A kiadott ingatlanok után is adót kell fizetni, figyelmeztet a NAV az albérletkeresés csúcsidőszakában, amely, mint minden évben, idén is augusztusra és szeptemberre esik. A lakóingatlanokból származó bevételek után továbbra is a 15%-os személyi jövedelemadót kell megfizetni, amennyiben a bérbeadó főállásban nem végez gazdasági tevékenységet. Bár a szemfülesebbek és tehetősebbek már nyár közepén lecsapnak az albérletekre, a legtöbben augusztusban és szeptemberben keresik a kiadó ingatlanokat. Mivel idén nem történtek változások az ingatlan kiadás jogi szabályozásában, így a NAV szakemberei továbbra is arra biztatják a lakásbérlőket és az ingatlan kiadókat, hogy a felek szerződésben is állapodjanak meg egymással. Az első és a legeslegfontosabb, hogyha valaki ingatlant ad ki, vagy vesz bérbe, akkor mindenképp amellett, hogy megegyeznek szóba arról, hogy mennyi a lakbér, illetve hogy mikortól vehető ki az ingatlan, stb. Tehát a szóbeli megállapodás mellett írásba is kössenek szerződést arra vonatkozóan, hogy ki és milyen feltételeket tud érvényesíteni az ingatlan bérbevevés adáskor. Nem csak az írásba foglalt, esetleg közjegyző által is hitelesített szerződés segíthet az esetleges viták rendezésekor, de az is fontos, hogy a bérleti díjak befizetései is rendszeresen dokumentálva legyenek. Minden esetben könyveljük le az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmünket, tehát a lakbért. Ezt véleményem szerint úgy a legegyszerűbb, hogyha valaki átutalja a bérbevevő a bérbeadónak, mert ugye így sokkal egyszerűbben követhető mindkét fél számára, hogy melyik hónapban történt kifizetés vagy befizetés, és utólag is ugye egyszerűbb nyomon követni, nincs félreértés. De ugye vannak olyanok is, akik még mindig a készpénzt részesítik előnybe, esetükben pedig arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor is átvételi elismervényt állítsanak ki, hogy milyen összeget adtunk oda, vagy vettünk át a lakásbérbeadás áraként, és ugye utólag ezt is magyarázkodás nélkül meg fogjuk tudni keresni, és vissza tudjuk követni, hogy milyen jövedelmünk keletkezett az ingatlan bérbeadásból. A jogszabály szerint, ha valaki főállása mellett adja bérbe a lakását, akkor a lakóingatlan bérbeadása után államforgalmi adót nem, csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell befizetnie. Hogyha bejön a bevételünk, havonta X összeg a lakbér jogcímén, ugye akkor ezeket összesítenünk kell, majd adóelőleget befizetnünk negyed évente. De ugye, hogy jön ki maga a jövedelemnek az összege, ennek a kiszámítására kétfajta módszer létezik. Ugye az egyik az, amikor beérkezik hozzánk a lakbér, ugye ez havonta X összeget jelent, ugye ezeket összesítjük adott időszak végén, és levonjuk ebből például a közüzemi számláknak a költségét, felújítási költségeket, plusz az értékcsökkenést. Na, ilyenkor keletkezik az a jövedelem, ami után adóznunk kell. Ez az egyik opció a kiszámításra. A másik pedig az, hogyha bejön hozzánk szintén havonta ez a jövedelem, ugye ekkor egy 10%-os költséghányadot számítunk, és akkor ennek az összegét fogjuk adóként befizetni. Az ingatlan kiadásból származó összeget az éves adóbevallás során önálló tevékenységből származó bevételként kell feltüntetni. A szakember szerint a jövedelemadó mértéke abban az esetben csökkenthető, ha a bérbeadó közüzemi számlákkal vagy felújítási költségekkel tételesen igazolni tudja, hogy a jövedelmének egy részét az ingatlanra fordította. Így elméletileg az is lehetséges, hogy valaki akkora összeget költ a háza vagy lakása felújítására, amely megegyezik a bérbeadásból származó teljes jövedelmével. Ebben az esetben nem szükséges jövedelemadót fizetnie. Az ingatlan kiadás adózásáról bővebb információk a NAV 10. számú információs füzetében találhatók. Stabil az állapota a múlt héten elütött gólyának. Az egyik Nyíregyháza melletti úton szenvedett komoly sérüléseket, de a gyors életmentő műtét sikeres volt. Azonban az majd csak a kontrollröntgen után derül ki, hogy a sérült szárnya életképes marad-e, és jövőre csatlakozhat-e a társaihoz a szabadban.
Múlt hét kedden készültek ezek a felvételek a 403-as főúton, Nyíregyháza közelében. Négy fiatal gólyát ütöttek el az arra közlekedő autók. Három gólya belehalt a sérülésekbe, volt amelyikből már csak egy folt maradt az út közepén. Az egyik gólya viszont szerencsésnek mondható a többiekhez képest. Ő ugyanis túlélte az eseményeket, igaz, nagyon komoly sérülésekkel. Megcsavarodott a szárnya, és nyílt törést is találtak rajta. Azonnal értesítették dr. Kis Csabát, aki amellett, hogy házi orvos, önkéntes madármentő is. Rögtön mondtam is, hogy a szárnyát azt próbálják meg az eredeti pozícióba visszahozni, hogy nehogy esetleg a keringés az túl nagy zavart szenvedjen, és hogy legyen esélye arra, hogy a szárnynak a törés utáni része még életben maradhasson. Úgyhogy rögtön el is hozták hozzám a madarat, itt elsősegélyben részesült, és Nagy Győri Anna segítségével azonnal le is jutottam Hortobágyra, mert ugye egy ilyen nyílt törésnél minden óra számít gyakorlatilag, ugyanis hogyha túl sokáig marad szabadon a törött rész, akkor a csontvégek elhalhatnak, és akár a sikeres műtét ellenére sem lesz megfelelő a gyógyulás. Bár már aznap megműtötték, és a műtét sikeres volt, most még korai bármit mondani a további lehetőségeiről. Hamarosan egy kontrollröntgen vár a madárra. A túlélés már nem kérdés, az viszont igen, hogy a hortobágyi áttelelés után lesz-e olyan állapotban a sérült szárny, hogy jövőre szabadon engedhessék és elvonulhasson társaival. Ha ez nem megoldható, a gólya akkor is élhet boldog életet. Hortobágyon vannak nagy röbdék, ahol számos ilyen madár él, akiket már nem lehet szabadon engedni, mert olyan súlyos sérülésük van, hogy a természetben már nem tudnának túlélni. Ezek a madarak ezekben a nagy röbdékben igazándiból teljesen jól tudnak élni, és évről évre akár ott is tudnak egymás között szaporodni. Ott bent is van több fészek, és minden évben születnek is kis gólyák így fogságban, és őket ugye mindig szépen szabadon lehet engedni, amikor felnőnek. A Hortobágyi Madárparkban meggyógyult gólyákat minden évben a látogatók közreműködésével engedik szabadon. Idén ez az augusztus 20-ai hétvégén lesz esedékes. Mindhárom napon déli 12 órakor indítják útnak a most még röbdékben várakozó közel 60 gólyát. Rajtuk kívül más gyógyult madarak is visszanyerik ezen a hétvégén a szabadságukat, köztük egerészőjvek, héják, karbajok, vörösvércsék és barnaréti héják is. Puma kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A 4 hetes kölykök első állatorvosi vizsgálatukon vettek részt. Az ikerpárt mostantól a közönség is láthatja. Kifutójuk az afrikai elefántok szomszédságában található. Első orvosi vizsgálatukra érkeznek a nyíregyházi állatpark 4 hetes puma kölykei. A szakemberek első körben megállapítják a csöpségek ivarát, majd megmérik őket. Megnézzük az ivarát. Ő egy kis hím, megmérjük a súlyukat is, hogy megfelelően fejlődnek-e. A pumánknál a vemhesség 3 hónapig tart, 400 grammosan születnek meg ezek az állatok. Ugye láttuk, hogy most 4 hetesen 2,4 kilósak voltak, 2 hetesen pedig 1,5 kilogrammosak voltak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen cseperednek. Ez azt jelenti, hogy az anyának van bőven teje, és nagyon szépen gondoskodik róluk. Látszódott, hogy mekkora pocakjuk van, tehát gyakorlatilag nem éheznek ezek az állatok. Azt is láttuk a vizsgálat során, hogy már a szemfogak elkezdődtek kifejlődni. 2 hetes korukban kezd el kinőni a foguk, és 6 hónapos korukra fejlődik ki a teljes fogazat, akkor is kezdenek el szilárd takarmánnyal táplálkozni. Az ikreket a vizsgálat során vakcinázzák és csippet is kapnak, amit jól viselnek a kamerák keresztüzében. Kapnak egy vitamin injekciót is, mert a pumafélék hajlamosak az D-vitamin hiányra. Ládá. A pumakölykök szőre egyelőre foltos, természetes színük csak később alakul ki. Az újszülött pumák foltosan jönnek a világra, ezt is láthattuk, hogy még a foltjuk megvan, ez nem is csoda, hiszen a foltjukat csak 6 hónapos korukra kezdik el elveszteni, akkor ugye pont akkor, amikor elkezdenek szilárd takarmánnyal is táplálkozni, az anya elkezdi megtanítani őket, hogy hogyan ejtsenek el zsákmányokat, ugye elnyerik a természetes színüket, ám a foltok egészen 2 éves korukig még látszódhat a bundájukon, utána viszont már elnyerik a természetes barna színüket. A kicsiket anyjuktól csak a vizsgálat rövid idejére választják el.
A pumák 90 napi vemhesség után jönnek világra. Az utógondozás mindig a nőstény feladata. Éppen ezért az apa állat itt, ebben az elkülönített kifutóban tartózkodik. Igaz, nem sokáig. Pénteken már helyet cserél a család, és a fiúk az anyukkal közösen veszik át ezt a terepet. A látogatók az afrikai elefántok szomszédságában meg is tekinthetik a különleges bébiket. Alapvetően nehezen szaporodó állatokról van szó, és nagyon büszkék vagyunk, hiszen idén az állatpark 25 éves, és legutoljára 2001-ben volt itt kis pumánk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk az apróságokra. A tenyészpár 2019 óta az állatpark lakója. A 3 éves nősténynek és a 12 éves hímnek ez az első szaporulata. A puma, más néven ezüst oroszlán, rendkívül jó ugró, kitűnő rövid távfutó. Egykor egész Észak-, Közép- és Dél-Amerikában elterjedt faj volt, igen jó alkalmazkodó képességgel rendelkező macskaféle. Egyedszáma azonban manapság csökken, a legnagyobb veszélyt élőhelyeinek elvesztése, valamint a vadászat jelenti számára. Idegenben játszik az NB1 negyedik fordulójában, a tabella második helyén álló kisvárdai futballcsapat. Török László együttese a 6. Zalaegerszeg otthonában vendégszerepel. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Kecskemét, Vasas Budapest Honvéd, Mezőkövest Debrecen, Paks Ferencváros és MOL Fehérvár FC Újpest. Elkezdték a felkészülést az Aqua Ese vízilabdázói. A 60-i Péter által irányított gyermek, serdülő és ifjúsági csapat az országos bajnokságban indul majd. A fiatalabbak pedig az Észak-Keleti Ligában versenyeznek. Az egyesület lány csapatai a tehetséggondozó bajnokságban mutathatják meg tudásukat. Vízből és játékosból bőven van a nyíregyházi városi uszodában, labdából egyelőre kevesebb látható, de ettől még vízilabdázók vannak a medencében. Az Aqua Ese nyáron 5 tábor tartott több mint 500 gyerek részvételével, nem titkoltan azzal a céllal, hogy bővítsék utánpótlás bázisukat. A kiválasztottak csak szeptemberben kezdik el az edzéseket, de a többiek már augusztus elején medencébe szálltak. Változás történt egy kicsit az edzői stábban. Egy új kollega érkezett hozzánk, Éder Zsolt személyében. Ő régebben Miskolcon dolgozott, és Debrecenből jött most át. Nagyon tapasztalt kollega, nagyon nagy szakmai tudással. Úgy gondolom, hogy hasznára fog válni a csapatunknak. Ő megkapta a legkisebb korosztályt, a bébit és a gyerek 4-es korcsoportot. 60-i Péter kollégám fogja vinni az országos csapatokat, a gyermek, a serlő és a ipi csapatunkat. Én a gyerek 3-as, gyerek 2-es csapattal fogok foglalkozni, és a lányokkal. Mindenki indulni fog az országos csapataink, ugye az országos bajnokságban valószínű, hogy az A2-be fognak ugyanúgy indulni, és a többiek pedig az Észak-Keleti Ligába, illetve a lányok a THG-be, tehát a tehetséggondozó bajnokságba fognak indulni, plusz vannak olyan játékosaink, akik most Egerbe is igazoltak, illetve 2-es játékengedéllyel fognak játszani majd az országos lánybajnokságban, gyermekkorosztályban. Urvin Tibor szerint 12-13 éves korban dől el az, hogy valaki komolyabban akar foglalkozni a sportággal, vagy pedig szabadidő szinten pólózik tovább. Én a 2010-es korosztállyal foglalkozom, lányoknál és fiúknál is. Hát ez szerintem az egyik legfontosabb lépcsőfok, tehát itt ugye már a nagy kapu, nagy labda, bejönnek a rendes szabályok, és ugye a bébi korosztályból azért sokkal könnyebb volt a játék, ott a játék szeretete, itt most már azért edzeni kell, úgyhogy bele is kezdtünk a munkába augusztus 8-án, a többi csapathoz képest egész későn kezdtük el, mondhatni a felkészülést, de most azért, tehát a úszoda, a feltételek adottak, nagyon jó körülmények között tudunk edzeni. Az első hét az egy ilyen ráhangolódás volt, de most már a második héten vagyunk, itt reggel este tartunk edzéseket szárazföldivel kiegészítve. A 3 országos bajnokságban induló együttes tagjai egyelőre úszásra gyűjtik az erőt a szezonra. Edzőjük reményei szerint nem lesznek létszámgondjaik a meccskeretek kijelölésekor. Az ifi csapat a 2004-ben született korosztályú játékosok. Ott ugyanúgy megvan a létszámhiányok is, itt viszont már a 2005-ösök ugye ifi korosztályba léptek, így fel tudjuk tölteni a csapatot 2005-ös játékosokkal, valamint a 2006-osok tavaly már végigjátszottak egy szezont úgy, hogy az ifi csapatban is medencébe ugrottak, így remélem, hogy szebb eredményt tudunk elérni, mint a tavalyi szezonban. A gyerekcsapatnak most, aki 2008-osok, nekik a tisztes helytállás lesz majd az idei évre a cél. A 2007-es korosztály volt tavaly a legjobb csapatunk. Ők most korosztályt ugrottak, és serdülőbe
játszanak majd. Ott viszont a dobogó a fő célünk, az ifi csapatnak pedig a középmezőn célozzuk meg idén. A bajnokságok sorsolását szeptember 10-én tartják, a mérkőzések pedig szeptember végén kezdődnek majd el. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A harmadát sem éri el az idei alma terméshozama az átlagosnak a legtöbb ültetvényen. Ebben az évben nem a tavaszi fagyok, hanem a történelmi aszály okozza a kiesést. Ráadásul idén a termelők költségei is jelentősen növekedtek. A növényvédő szerek ára például majdnem a duplája a tavainak. A gyenge szezon miatt várhatóan jövő évre tovább csökken az alma termő területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A kiadott ingatlanok után is adót kell fizetni, figyelmeztet a NAV az albérletkeresés csúcsidőszakában, amely, mint minden évben idén is augusztusra és szeptemberre esik. A lakóingatlanokból származó bevételek után továbbra is a 15%-os személyjövedelemadót kell megfizetni, amennyiben a bérbeadó főállásban nem végez gazdasági tevékenységet. Pumakölykök születtek a nyíregyházi állatparkban, a 4 hetes kölykök első állatorvosi vizsgálatukon vettek részt. Az ikerpárt mostantól a közönség is láthatja, kifutójuk az afrikai elefántok szomszédságában található. Önök augusztus 19-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap, azaz szombaton este a heti hír összefoglalóval, a krónikával jelentkezünk. Addig is várja Önöket internetes oldalunk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, jó pihenést, viszontlátásra! Szombaton erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből több helyen előfordul zápor, zivatar. A legtöbb napsütés a keleti, észak-keleti ország részben várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32-35 fok között alakul szombaton. Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar helyenként felhőszakadás kíséretében. Napközben 30 fokot mérhetünk.